Foci mérkőzéssel vették birtokba a tardosi ovisok az új multifunkcionális sportpályájukat. Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő és Csabán Béla a település polgármestere is beszállt a játékba egy rövid időre. Nem számítottam rá, de besoroztak kapusnak. Nagyon, nagyon jó rugózása van, és szerintem nagyon megfelel a gyerekek igényeinek, ha esnek, puhára esnek, a labda nem megy ki az utcára, tehát semmiféle veszély nincs benne. Ugyanakkor úgy látom, felszabadultan játszanak. A kormányzati döntésnek köszönhetően a sportprogram keretében gyakorlatilag Tardosra is jutott egy 21 millió forint, amiből ez a pálya megvalósult. Láthattuk, a legkisebbek már birtokba is vették. Én azért örülök külön minden ilyen beruházásnak, mert amikor arról beszélünk, hogy legyen élhető a vidék, a kis települések nyújtsák azokat a szolgáltatásokat, mint a városok, akkor minden ilyen beruházás az bizonyítja, hogy ezt komolyan is gondoljuk. A Magyar Falu programnak köszönhetően járdafelújítás és árokkárosodások helyreállítása is megvalósult. Van egy szép oldánk, van egy nagyszerű udvarunk hozzá, és ez az önkormányzati terület, ez pont az oldal mellett van, úgyhogy ezt ki tudtok használni arra, hogy a Magyar Falu programon keresztül pályáztunk a sportpályára. Csak egy kapunk kell kijönniük a gyerekeknek, van hozzá 8 méter járda, és már lehet focizni, röplabdázni, kosárlabdázni, meg futkározni. Zömmel oldaidő alatt akarjuk, de most már terv van arról, hogy jönne ide edző, aki gyerekekkel foglalkozna, tehát délutánonként is lesz erre lehetőség, de csak és kizárólag gyerekeknek. Ma még ugye átadjuk a járdát, amit egy BMS pályázaton nyertünk, ennek az értéke 20 millió forint, így az új telepi rész gyakorlatilag körbejárható lesz, amit már használnak is az emberek. Azon kívül egy Viszmajor pályázatot is nyertünk, ahol a járda mellé tudtunk árkot is építeni, ennek az értéke volt 25 millió forint.